kerekasztal beszélgetés, ami igazából abból az ötletből jött, visszatérve a Virág előadására, pragmatizmus és ártalomcsökkentés kéz a kézben, hogy a szerhasználóknak ugye mennyire pragmatikus dolog az, hogy ártalomcsökkentésbe tudnak járni, és hogy a magasabb szintek felé, ahogy erről már korábban is szó volt, hogy milyen fontos szerepe is van ennek, hogy valahonnan el kell tudni indulni. És ezért először is azt szeretném kérni tőletek, most Viktorra és Fritzre gondolok először, hogy kicsit beszéljetek arról, nyilván ezt már sok helyen sokszor előadtátok, hogy milyen szerhasználói múltatok volt, csak így tényleg címszavakban, hogy mikor volt ez az időszak, mennyi ideig tartott, miket használtatok, és mikor keveredtetek ki belőle, és akkor utána elkezdünk arról is beszélgetni, hogy milyen szerepet játszott ebben az időszakban az életetekben az, hogy be tudtatok menni ártalomcsökkentő szolgáltatókhoz. És egy nagyon rövid bemutatkozást is ad kérek tőletek. Sziasztok! Én Kubiszin Viktor vagyok, 37 éves, és igen, bocsássatok, mert kicsit zavarba vagyok, és nem szoktam ilyen konferenciákon beszélni, és emiatt így kicsit nehezen találom a szavakat. Szóval 37 éves vagyok, és 7 éve vagyok józan, tehát 7 éve nem használok kábítószereket, és én még ilyen old school drogos voltam, tehát hogy a dizájnereket egyáltalán nem használtam. 2009. októberébe kerültem rehabra, és azt hiszem 2010 elején, vagy valahogy így jelent meg az első ilyen dizájner a Mefedron, tehát hogy nekem az már teljesen kiesett. Én politox voltam, tehát többfajta szert használtam, így a drogkarrierem során 14 évesen kezdtem el ezt a bulit, és hát én így 18 éves koromig használtam, a bázis drogom főleg a zöldség volt, tehát THC tartalmú szerek, hasis, meg fű. Pszichedelikumokat használtam, meg természetesnek gondolt, tehát növényi származékokat, meg LSD-t, meg a nitrohigítószer speciált, az az egyik kedvenc bázisdrogom volt, mert mint szipu. Akkoriban, illetve alkoholt, tehát abból is így a kannásbor vonalat, és 18 éves korom után kezdtem el heroint használni, és 3 évig voltam opiát, illetve hát politoxikumán opiát függő. Utána szervmentessé váltam, és 2,5 évig egy ilyen viselkedési függőségben nyomtam, tehát workaholic, munkamániásként, és aztán visszaestem, mármint az opiátba, és 4 évig pedig főleg azt használtam, illetve kannásbort, illetve nitrohigítószer speciált, illetve minden egyéb szert, ami a 8. kerületbe akkoriban szembe jött. Tehát igazából én dizájnereztem volna, hogyha lett volna, de nem volt, hál' Istennek. Úgyhogy... Úgyhogy ez kimaradt. Dióhéjban ennyi. És így, amennyit félfülel hallottam az előző előadásból, hogy igen, így a heroin amúgy sokkal jobb, mint a dizájnerek. Tehát mindenféle szempontból, tehát felépülési szempontból is azt gondolom, hogy amit én tudok a dizájneresekről, az elég ilyen Walking Dead vonal. Viszont át is adom akkor, Frici, neked a szót, mert te mindenben, mindenhol. Oké, hát sziasztok. Engem Fülöp Frigyesnek hívnak, 34 éves vagyok. Én most már így a szociális szférában, vagy hát segítőként dolgozom. A Székesfehérvári drogambulancián. Én 15 évig voltam heroinista. Különben ugyanazon a helyen gyógyultam, ahol a Viktor. Hát én a drogozásom utolsó... 2-3 évében, mikor így kiment innen a heroin Magyarországról, és jöttek a dizájnerek, akkor én úgy papírforma szerint én is beleestem. Én szerintem az összes létező dizájnert használtam intravénásan. Igazából nem tudok róla mást mondani, mint a Viktor vagy a hölgy, az előttünk szóló hölgy, hogy tényleg, tehát hogy az ópiátokkal jobban ki voltam békülve. Hát... 15 évig drogoztam, az utolsó 5 évben már így tudatosan próbáltam leszokni. Nagyon sokszor visszaestem, voltam rengeteg, hát 5 darab rehabilitációs otthont próbáltam.
ebből az utolsó jött össze. Igazából nem tudok mit mondani. Annyit tudok a dizájnerekről, hogy ez egy szörnyű dolog. Tehát, hogy ettől szabadulni nehezebb volt, mint bármitől így az életemben. Nem tudom, hogy mit kéne még mondanom. Mondjon le. Mindenki. Hello. Sziasztok. Viktor mondta, hogy old school drogos, akkor én most keresem a jelzőt, mert én 51 éves vagyok, és 80-as, 90-es években drogoztam 16 és fél évet. Több mint 19 éve vagyok tiszta. Ami fontos, hogy jelenleg dolgozom egy rehabilitációs otthonban, és Komlón, és dolgozom Budapesten és az Artér Alapítványnál, és a helyen, úgyhogy minden nap találkozom szinte drogfüggőkkel. Arról beszélgetni, hogy melyik szer milyen veszélyes, azt gondolom, hogy ez mindig is volt. Nem hiszem, hogy jobb volt a helyzet, amikor heroint lehetett kapni, akkor is ugyanúgy haltak meg az emberek, vagy még többen haltak meg. Én akkor is úgy tudok erre gondolni, hogy valahogy egy krónikus emberi baj, ami már egészen kis gyerekkortól történik a függőkkel, és hogy utána valamilyen kezelésbe kéne kerülniük. És hát még azt is gondolom, hogy lehet, hogy ez csúnyán hangzik, de hogy néha úgy el vagyunk keseredve, hogy drogoznak az emberek, de hát hagyni kell őket egy picit, hagyj drogozzanak. Miért ne drogozzanak? Hát lehet, hogy az életükben most jelenleg ez a legjobb dolog. És ártalom csökkentés az én időmben az annyi volt, hogy tudtam járni drogambulanciára, fenntartó kezelésen voltam legalább 10 évig. Így az elsők között voltam metadon programban. És talán tűcsere az akkor úgy volt az én időmben, hogyha nem tudtunk szerezni, akkor el kellett menni lopni kórházakba, vagy gyógyszertár kukákba turkáltunk, és akkor, ha nem tudtuk megvenni, mert azért volt, hogy nem adták ki gyógyszertárba, és akkor hát van az az elkeseredett állapot, amikor teljesen mindegy, hogy honnan, de kell szerezni. És akkor én nagy vonalakban ennyit mondanék most, köszönöm. Azt nálatok maradhat nekem is, ha egy. Akkor arról tudnátok beszélni, hogy az aktív szerhasználó időszakotokban, akkor most már tudjuk, hogy Andrisnál hogy volt ez, hogy milyen ártalomcsökkentő szolgáltatások voltak, hogy nektek mi volt az, ami hozzáférhető volt, és volt-e valami, amit igénybe vettetek? Viktornak nem volt. Hát nekem, tehát hogy én igénybe vettem, amit lehetett, én azt gondolom, ezeket az alacsony küszöbű helyeket. Igazából volt Budapest, nem tudom, hogy ezt lehet így nevesíteni, vagy most nem mondja. Tehát, hogy én rengeteget jártam a Hollán Ernő utcába, az volt a legelső ilyen hely, ahova így úgymond oda szoktam. Nem tudom, hogy minek okán, de jártam a Kékpontban nagyon sokat, ugye, ami most már elhalálozott szegény. Aztán volt a Rottenby, a Hollán is, ja, hát jó, csak hogy a Kékpontnak nagyobb volt a ugye, reklámja. Akkor hol voltatok ti? Na mindegy, Rottenbillerbe is jártam. Az nagyon jó volt, mert ott volt kex, meg tészta, úgy lehetett tenni kexes tésztát. Meg csoki golyó. Azt mondja, nem, ilyen nagyon pici amúgy, az gagyi volt. Mindig csak egyet adtatok amúgy. Igen. Tehát, hogy aztán jártam a Válasz útba, a Moszkva téren rengeteget, ugye ők is megvannak még, meg hát ahol így, tehát hogy a drogosok között azért ez eléggé ilyen szájhagyomány útján terjedő dolog volt. Tehát, hogy én soha nem néztem meg a neten, hogy hol adnak én nekem fecskendőt, meg hogy hol lehet, hanem hogy így lehetett ezt tudni, tehát hogy hova kell menni.
ugye, amit említettél az előbb, az velem is nagyon sokszor előfordult, hogy nem adták ki. Tehát hiába mentél pénzzel a gyógyszertárba, hiába mondtad, hogy kész egy csomag 1 millis inzulinos fecskendőt, mert cukorbeteg vagy, meg minden bajod van. Tehát, hogy ők vágták, hogy nem lehet. Vagy hát illetve, hogy drogosok vagyunk, és így úgy döntöttek, hogy nem akarnak inkább adni. Ami egyébként egy elég rossz koncepció volt szerintem, mert hát, hogy akkor tényleg az volt, hogy kukába turkálás, vagy hát én a Kálváriára szoktam kimenni ilyen esetben, mert ott nagyon sok tű szokott lenni eldobálva, és akkor ott én ott szoktam találni remek tűket magamnak annak idején. Hát ártalomcsökkentés. Igazából én másra nem használtam, én csak a fecskendőért jártam, illetve amikor így megpróbáltam, vagy hát így valahogy nyilvánvalóvá vált, hogy így nem vihető így az életem tovább olyan minőségében, ahogy ezt akkor csináltam, ez már a designeres időszak volt, és valahogy megfogalmazódott bennem egy elhatározás, hogy szeretnék leállni, meg szeretném abba hagyni, akkor azért mondjuk abban is segítettek, hogy én rehabra kerüljek. Tehát, hogy ez mondjuk pont a válaszút volt, de hogy szerintem mindenhonnan kaptam volna ilyen jellegű segítséget, hogyha kérek. Az igazság, hogy én azért elég sokáig, meg elég erőszakosan szoktam tiltakozni így a rehab ellen, tehát, hogy azért sokáig kitartottam így amellett, hogy menni fog, ez csak most kicsit rossz. De hogy igen, ez a kettő. Tehát, hogy fecskendő, meg hát, hogy amikor akarsz valamit, akkor ugye eljuthatsz. Talán ebben látom az értelmét ennek az egésznek. És a csoki golyóban? A csoki golyó az nagyon jó, csak kevés. Igen, még több csoki golyót a tűcserében. Igen. Hát én is igénybe vettem különböző ilyen, hát... A 90-es években, már nem emlékszem egyébként, hogy szerintem a hollám már akkor is volt, mert ott oda járkáltak a haverjaim tűjér elég sokat. Én egyébként, abban a részben van igazság, amit a Frici mondott, hogy nem vettem igénybe, tehát én nagyon a végén vettem igénybe különböző alacsony küszöbös helyek segítségét. És pont azért, mert hogy bennem volt egy olyan lelki gát, hogyha én bemegyek egy tűcserébe, akkor én drogos vagyok. De hogy én nem voltam drogos nyilvánvalóan, tehát ugye nem úgy tekintettem magamra, mint egy drogfüggőre, hanem én kézben tartottam ezt az egészet, és én nagyon jól csináltam ezt az egészet, és hogy mindenki más ugye, aki tűcserébe jár csoki golyózni. Mert volt bennem egy ilyen cuccos gőg, tehát ez a majd én tudom, ami nyilvánvalóan odáig jutott, tehát még a 8. kerületben, amikor ott anyagoztam, hogy hát én ott is estem vissza, mert ott laktam akkoriban. És hát nyilván ezt mindannyian tudjuk, hogy ott elég könnyű, mert nagyon hozzáférhető minden, de ott például használt fecskendők is, vagy az ilyen többé-kevésbé épp fecskendők is hozzáférhetőek voltak akkoriban, tehát nem csak a Kálvária téren, hanem bizonyos, tehát hogyha megfelelő házba mentél és felnyitottál egy, nem tudom, egy ilyen szak, hát nem postaládát, mondjuk azt is, de hogyha ilyen kanapét, akkor tele volt többé-kevésbé használható tűkkel, mert mindenki oda dobálta be. És akkor azt úgy, amiben nyilván sem higiénia nincs, se logika, se semmi, de hogy egyszerűbb volt. Sok esetben, mint elment így szopit cserélni. De hogy tehát, aztán a válaszútba oda járkáltam én is. A kékpontia... Helyek, te a Kálvárián voltatok, nem? Vagy a McDonald-ban? De akkor én már leálltam szerintem a McDonald-ban. 11. Akkor ez a Kálvárián. Ja. Szóval nekem az alacsony küszöb igazából akkor segített, amikor így beláttam azt, hogy itt már nincs tovább, és akkor onnan én körülbelül elég hamar a rehabra is kerültem. És egyébként így én nem tudom most, hogy áll ez a úgymond hivatalos része a dolognak, tehát hogy volt ma orvosoknál, vagyis hát az anyám néha elvitt ilyen helyekre, meg minden, ahol nyilván szét gyógyszereztek, meg beraktak zártra, meg ilyesmi, tehát hogy én így találkoztam ezzel de ez nem biztos, hogy az alacsony küszöb, ez nem értek, hanem az addiktológia, vagy talán, vagy nem tudom. Tehát ez a régi típusú izé, de hát hogy az egyáltalán nem segített, és nem is motivált a leállásra. És akkor a válaszútnál, amikor jártál, ott kaptál motivációt arra, hogy
hogy elindulj a rehabilitáció felé? Hát már előtte igazából, hogy válaszút előtt volt egy, engem ilyen személyes, tehát egy volt anyagos beszélt rá, akivel random találkoztam. Utána 8 hónapig le se szartam, amit mond, de tudod, egy csomószor az van, hogy az embernek így mondanak dolgokat, amit akkor így pattint az adott pillanatban, de mégis valahogy így beépült. És akkor így leesett egyszer, hogy ezt kell csinálni. Úgyhogy ezért én mondjuk tök fontosnak tartom azt, hogy legyenek minél több olyan helye, ahol be lehet menni, és ahol lehet, fel van ajánlva az a lehetőség, hogy felhetem, mert anyagozni akarsz, akkor anyagozzál, tessék, vidd a cöpít, vagy nem tudom, vidd a papírt, vagy vidd, ami kell hozzá, most éppen a és mindegy. De hogyha esetleg valamikor olyan mélypontra jutsz az életedbe, ami már motivál esetleg arra, hogy változtass, akkor itt vagyunk. És el tudunk irányítani valahova. Szóval, hogy ez szerintem tök fontos dolog, mert pont amit a Fritz is mondott, hogy egy anyagosnak, vagy nekem is, tehát bárki bármit mondhatott bárhol, hogy ez miért rossz, meg miért kéne változtatni, meg ez meg gáz, hogy már úgy néz ki a kezed, mint egy ilyen zombié, meg stb. De hogy szerintem így direktben nagyon nehéz hatni valakire, hanem a folyamatos jelenléttel, meg egy ilyen támogató jelenléttel, hogy itt vagyunk, ha kell. Csak hát ez lassú dolog, tehát rohadt lassú, és nyilván ezt ti tudjátok, akik a segítésben dolgoztok, hogy rohadt nehéz néha látni, ahogy lepukkannak az emberek, meg meghalnak, meg nem tudom, eltűnnek. Andristól szeretném kérdezni, hogy úgy tudom, hogy te a Leo Amicsiben, sőt, vagy a Megállóban kezdtél, utána Leo Amicsi, és utána kezdtél el ártalomcsökkentésben is dolgozni, hogy ez nem annyira szokványos sorrend, hogy mi motivált arra, hogy a felső, vagy a magasabb küszöb utána az alacsony küszöb felé is elindulj, és ott is szolgáltatást nyújts. Hát ez egy jó lehetőség volt az én életemben. Soha nem felejtem el, hogy honnan jöttem, de azért megmondom őszintén, hogy én azért beszari is voltam. Tehát én azért mondjuk így 5 évesen, már józanságban, én nem bírtam volna egy tűcserébe dolgozni. Tehát az azt gondolom, hogy veszélyes lett volna nekem, és ezt még a mai napig is javaslom, hogyha valaki alkalmazni szeretne felépülő függőt, az 5 év alatt ne alkalmazzon tűcserébe, mert az egy nagyon, szerintem nagyon kemény munka. Ja, dolgoztam a Megállóban, egy nappali rehabilitációs, illetve alapító tagja voltam, ott ez pont a heroin robbanás idejében volt, ott azért nagyon sok ember meghalt, az úgy elég szörnyű volt úgy dolgozni, hogy egyik nap még benn van, aztán másik nap már kapjuk a hírt, hogy túladagoláson meghalt. Megmondom őszintén, nekem akkor volt egy ilyen mély pontom is a munkámban, hogy folytatom ezt én, és akkor úgy döntöttem, hogy azokért kell folytatni, akik életben maradtak, és nem azokért kell abba hagyni, akik meghaltak. Aztán utána kaptam egy felkérést a Leo Amics Alapítványtól, ahol felépültem 97-98-ban, én ott voltam nagyon sokáig, ma már sok, azt mondom, hogy 21 hónapig voltam terápián, de nekem szükségem volt ennyire, meg még utána is egy jó pár évre, amíg úgy magabiztos legyek. És akkor persze szeretem, hogy ma reggel vagy ma hajnalban még a Leóba keltem, eljöttem erre a konferenciára, és holnap meg lehet, hogy, illetve hát valószínű, hogy tűt fogok adni kliensnek. Az a szomorú, mikor olyannak adok, aki ott volt kezelésbe, és már mondjuk pár évig tiszta volt, de hát a függőség az ilyen, hogy páron fel akarnak épülni, de sokkal többen fognak visszaesni, és jönnek vissza kezelésbe, úgyhogy ne legyetek szomorúak, lesz munkánk, ez biztos. Nincsen olyan kezelőhely, aki azt tudná mondani, hogy 50-60-80%-kal dolgozik, vagy aki ezt mondja, az hazudik. Jó, ha 10 emberből egy-kettő talpra áll, az nagyon jó arány, és úgyhogy lesz munkánk, az alacsony küszöbnek lesz munkája, ez biztos.
amíg emberek vannak, addig biztos, hogy lesznek függők, hiszen ez egy olyan krónikus emberi baj, amivel nekünk is kell foglalkozni, tehát ezt el kell fogadnunk, hogy vannak ilyen sorsok. Azok az emberek, akik járnak az alacsony küszöbe, vagy látjátok őket, ők nem jó kedvükből drogoznak. Ők nem úgy ücsörögtek az óviba, vagy az iskolába, és úgy eldöntötték, hogy na majd én drogos leszek, hanem ott olyan mély fájdalmas dolgok történtek, hogy csak ezt tudták választani. Tehát amikor arról beszélünk, hogy rossz társaságba keveredtem, és azért lettem drogos, hát az egy elég alacsony színvonal, hogyha ezt így elfogadjuk, hogy valaki azért lett drogos, mert én is azért lettem drogos, mert abba a társaságba mentem, de én mentem oda. Tehát ezt így fontos azért, hogy én is éltem egy lakótelepen, ott voltak, akik gyúrtak, voltak, akik diszkóba jártak, voltak, akik drogoztak, voltak, akik fociztak, én oda mentem, akik drogoztak. Tehát ez az én választásom, nem szóltak, hogy gyere csak, kis haver, gyere már ide, olyan jól nézel ki. Úgyhogy köszönöm. Egy fontos dolog megütötte a film abban, amit mondtál, úgyhogy még kérdeznék egyet. Több fontos dolog is, de most amire gondolok, hogy gyakran számon szokták kérni, vagy hallottuk már párszor, hogy az ártalom csökkentő szervezetektől számon kérik, hogy hány ember tudtak eljutatni a rehabilitációba, de akkor ezek szerint ugyanúgy számon, vagy nem is számon kérhető, de hogy mérhető az is, hogy rehabilitációból kiesők, azok utána esetleg hajlamosabbak arra, hogy legalább, ha újra fogyasztókká válnak, akkor legalább csökkentsék az ezzel járó ártalmakat, és tehát egyfajta motiválást, vagy valamit ti erről ott a rehabilitáción beszéltek? Ebben most viszont el foglak keseríteni, lehet, vagy a hallgatóságot. Az én tapasztalatom az, most már lassan 36 éve élek drogfüggők között, hogy akik visszaesnek, azok egy pár nap alatt elérik ugyanazt a szintet, vagy még rosszabb szintet. Tehát azt gondolom, hogy aki már tiszta volt egy pár hónapig, és utána megint elkezd drogozni, annak még többet kell használnia, hogy törölje azt a tiszta időszakot, ami már ment neki, és egy siker volt az életébe. De gondolom, Viktor, ebben lehet, hogy ki tudsz engem segíteni. Én, ha úgy veszek, én egy terápián voltam, és azóta nem estem vissza, ezt nem kapogom le, lassan 20 éve leszek tiszta, de hogy attól függetlenül a használatom alatt lehet mondani, hogy a 16 és fél év alatt én nagyon sok szóltam kórházban, meg nagyon sok túladagolás, de hogy egy pár év használat után, lehet azt mondani, 2-3 év használat után már úgy voltam, hogy hú, ezt valahogy ezt a fizikai függőséget, valahogy ez engem annyira zavar, hogy szarul vagyok, meg mikor fogok elájulni, mikor lesz rohamom, mikor kezdek hányni. Ez már egy 2-3 év használat után világos volt számomra, és az is világos volt, hogy egyedül nem bírok ebből kijönni. Tehát az nagyon gyorsan, de azért azt mondtam, hogy még egy picit drogozok. Még ezt elérem, még azt elérem, majd ha kiesik egy fogam, akkor abba hagyom, aztán kiesett az összes, még mindig drogoztam, úgyhogy ez úgy nem sikerült. És amit még úgy szerettem volna elmondani, hogy szerintem vannak fantasztikus történetek, akik tűcserébe jártak, vagy alacsony küszöbbe, és felépülnek, ezt majd talán délután, ha még lesz idő, akkor elmondanék nektek egy nagyon gyönyörű történetet. A visszaesés az, amikor valaki felveszi ugyanazt az életformát, ezt a junk életformát, vagy a függő életformát, még egy abszinens, vagy egy szermentes függő előfordulhat, hogy mondjuk szert használ valamikor, valamilyen szert, de hogy nem esik vissza, hanem meg tud maradni aztán abban az életben, amit felépített, vagy amiben felépülőként él. Most mit kéne úgy mondanom? Mármint előre meg van írva a szöveg egyébként, csak valamit ráják, jó. Vér. Jó, szenvedés. Hát dizájneresek tűcsere egyébként, amit mondta, ez tök érdekes, hogy nekem nagyon sok ismerősöm dolgozik
vagy dolgozott rehab után tűcserébe, mint tehát nem tartotta meg ezt az 5 éves abszinenciát, és én sem tudom, hogy bírják, mert én, hogyha tűcserek közelébe megyek, én menekülök, tehát, hogy már többiktől is, tehát, hogy nem tudom azt, hogy te dolgoztál tűcserébe, ugye? Hát, te jól tett. Nem, de viszont múlt héten most lett az új folyékony metadon, kék színe van, onnan tudom, hogy segítettem kiporciózni a Dunaújvárosi drogambulancián. Hát nem tudom, milyen érzés volt amúgy. Hát... Mire gondoltál közben? Hogy úristen, ez ilyen kék? Nem, hát, hogy igazából nem, tehát, hogy én nem szívesen csinálnám, tehát, hogy én jeleztem is a vezetőségnek, hogy, és nem azért, mert hogy hogy lenyomok belőle egy felest, vagy mit tudom én, hanem, hogy egyszerűen én ezt nem tart, tehát, hogy én ezt nem tartom helyén valónak, hogy én ezzel foglalkozzak. Az ártalomcsökkentésre visszatérve, és eszembe jutott egy csomó dolog, csak már felét elfelejtettem, miközben beszéltetek, hogy hát mindegy, majd kifizeted. Tehát, hogy egy, ami nagyon lényeges, és ami így fontosnak tartok, hogy így az ártalomcsökkentésben, az alacsony küszöbű helyeken sosem magáira szolgáltat. Tehát, hogy magamról tudok beszélni, az hiteles. Tehát nem a szolgáltatás volt az elsődleges, meg nem az volt a legfontosabb, hogy az a cég, vagy az a szervezet, alapítvány, bármi, hogy az most milyen a logó, meg hogy néz ki, meg mi van. Tehát én mindig egy emberhez kötődtem. Tehát, hogy mindig a személyes kapcsolat miensége határozta azt meg, hogy én hova megyek. Tehát, hogy volt olyan, hogy tudtam, hogy az egyik helyen oda csapják neked a fecskendőt, meg minden, és akkor takarodjál, meg tudtam, hogy mit tudom én, hogyha mondjuk a válaszútban megyek, vagy a pulyaszékhez megyek, vagy akárhova megyek, akkor kapok kávét, akkor kedvesek. Tehát, hogy mindig az emberi kapcsolatok alapján döntöttem el én, és hogy gondolom azt, hogy nagyon sokan így vannak ezzel, és hogy tapasztalat is azt mutatja, tehát, hogy ahol én dolgozom, a drogambulancián, tehát, hogy nagyon jól látszik az, hogy kik járnak be oda, milyen rendszerességgel, milyen szolgáltatásukat igénybe venni. Visszaeséssel kapcsolatban, hát nekem lehet mondani, hogy én kiégződ voltam a visszaeséstől, tehát, hogy én nagyon sokszor estem vissza. Mégis, tehát, hogy azt gondolom, hogy ártalomcsökkentés egy nélkülözhetetlen dolog, meg hogy rohadt fontos, meg nagyon jó, de én nem hiszek abban, hogy valaki jár ártalomcsökkentésbe, vagy tűjér, és hogy ő ennek kapcsán felépül valaha is. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy elengedhetetlen egy rehabilitációs kezelés, és azért elengedhetetlen, mert az elsődleges probléma ugyanem a szerfogyasztás, mint ahogy te is mondtad, hogy gyerekkorban a sérülést, bármi, tehát hogy valami oka van annak, és hogy elengedhetetlen az, hogy ezek a srácok, lányok, emberkék, tehát hogy mi egy szemléletváltozáson menjünk keresztül, tehát hogy meg kell, hogy változzon a szemlélet, mert hát most nézzétek, hogyha valamelyik őtök drogozik, fogom, bezárom abba a dobozba, ott a néni beszél, nem tudom milyen nyelven, bökökre 3 lyukat, hogy kapjon levegőt, be lesz zárva 2 hétig, már nem fog drogozni, de hogy meggyógyulni nem fog. Tehát, hogy igazából az ártalomcsökkentés az egy kapu lehet. 5 éve vagyok pont józan. Az mindjárt 20. Ezt akkor jó van. Nem voltatok itt a délelőtti részen, de most pontosan azt mondtad el, amit mond a drogstratégia is. Hogy az ártalomcsökkentésnek egy nagyon fontos részének kell lenni a felépüléshez vezető úton. Tehát most gyakorlatilag pont ezt mondtad vissza te is. Egyébként azt gondolom, hogy mi így, jó, hát nem a legalját, de majdnem a legalját képviseljük így a végén, vagy te a legalját. Jó, oké. Okay. Szóval, hogy mi sajnos eljutottunk egy olyan mély pont, szóval egy olyan, hát nem tudom, gödör aljára, mint Herman, ami ahova nem feltétlenül kellett volna eljutnunk, de ez tök mindegy, viszont van egy csomó olyan srác, akik én kapcsolatban vagyok, akik én tökre látom a saját 16-17 éves önmagam, érted, aki cuccozik, néha kontrollvesztően,
úgy érzi, kézben tartja, érdekli más, és a többi, szóval egy rekreációs típusú fogyasztó, és kicsit már problémás, de egyáltalán nem függő, érted? És azt gondolom, hogy az ártalmi csökkentésbe az is benne kéne, hogy legyen, hogy nem csak ilyen leszakadt junkiknak, mint mi agyunk tűt, hanem hogy bárkivel lehessen beszélgetni arról, nem az, hogy lebeszélni arról, hogy te most ne szívjál, vagy ha szívsz, akkor inkább füvet szívjál, ne biót, érted? Tehát, hogy ez is egy ártalmi csökkentés szerintem. Tehát pont ez a szemléletformálás, hogy lehessen őszintén beszélni azokra a dolgokra, amik vannak. Mert hogy az az elhallgatás, ami mondjuk volt a 90-es években, vagy amit én tapasztaltam a saját kamaszkoromban, az egész szerfogyasztási kapcsolatban, az nagyon sok esetben bele tudja lökni az embert abba, hogy nyilván a saját döntéseink keresztül, de bele tudja lökni abba, hogy így egyre mélyebben kerüljön. És szerintem nagyon sok esetben vagy meg tud maradni valaki rekreációs szinten, beépíti az életébe a szerfogyasztást, erre is rengeteg példa van. Nyilván nem az opiátoknál, vagy akár a dizájnereknél, hanem mondjuk a fűnél, vagy egyes parti dolgoknál, vagy akármi, vagy az alkoholnál. De hogy ahhoz, hogy mondjuk minél több ember ezt meg tudja oldani a saját éles stratégiájába, ha ő úgy dönt, hogy ő szereket akar fogyasztani, és ne csúszson szét, az is egyfajta ártalom csökkentő munka szerintem. Vagy nem tudom, hogy ez így van-e ilyen. Abszolút így van. Megint a délelőtti részletek visszautalni, ahol beszéltünk arról, hogy az információ nyújtás az egyik legfontosabb elem az ártalom csökkentésnek, és az lehet például az, hogy milyen szereket fogyaszt az ember, és hogy mik lehetnek a biztonságosabb fogyasztási formák, és hogy tényleg ez így van, hogy nem feltétlenül mindenki... Jó, mondjuk, hogy ezt így bedobod, akkor ez egy drogreklám, tudod? Tehát, hogy tehát, hogy ez is, erre is, tehát, hogy egy olyan fajta szemléletformálás, vagy szemléletváltozás van szükség, hogy ne az legyen az első izé, hogy ez egy drogreklám. Hogyha te elmondod, hogy szív be úgy, hogy ne vigyen el a mentő. Tehát... Felmerül a kérdés az ártalom csökkentő programokkal, hogy hány embert sikerült rehabilitációs kezelésbe juttatni, és hogy ez egy, hogy ilyen ezen a ezen mentén mérjük az ártalom csökkentő programoknak a hatékonyságát, de hát hogyha a Virág értelmetlen kérdései, vagyis hát, ja bocs, ez csak én gondolom, nem, de hogyha azokhoz írnánk, azokhoz abba a halmazba beletehetnénk. Mert számomra ez egy olyan kérdés, amit egyszerűen nem szabad föltenni, illetve hát nem lehet rá válaszolni, hanem hülye kérdés. Tehát, hogy lehetne sorolni, hogy nagyjából mi ez hasonló. Hajléktalan nappali melegedőbe bemész, és megkérdett, hogy hányan költöztek ma lakásba innen és hogyha egy sem, akkor nincs hatékonysága mondjuk a melegedőnek. Tehát körülbelül számomra ezt jelenti az, hogy a alacsonyköszörű programoknak, az ártalom csökkentő programokból azonnal hogy jutnak kezelésbe, vagy direkt módon. Viszont nem tudom, számunkra az, hogy látlak téged, az egy ilyen jó... Azt gondolom, hogy van érte. Igen. Igen, mert én másképp... Tessék? Hát az Andrist látom minden nap, mert együtt dolgozunk, rólad meg hallod. De én nem örülök mindenkinek. Tehát, hogy... De hogy azért, mert te jártál hozzánk, és tényleg láttuk azt, hogy milyen, hogy meg hát látjuk a klienseinken, és ezt mi nagyon fontosnak, inkább azt tartjuk, hogy abban van nekünk szerepünk, nem abban, amit a rehab otthonoknak kell elvégezniük, és amíg abban a fázisban vannak, majd aztán utána visszaveszi az irányítást a élete fölött a kezébe. Nekünk ebben nincsen szerepünk, mint ártalomcsökkentő program, és... hanem abból, hogy abba segítsük, hogy addig legalább életben maradjon, vagy látótérben maradjon. És az tök mindegy, hogy aztán utána melyik rehabra sikerül jutni, honnan, tőlünk, vagy a másik utcában lévő helyből jelentkezett. Ez, számunkra ez nem olyan fontos. És azt még nagyon fontosnak gondolom, hogy szerintem túlzottan tűcsere programról beszélünk, amikor ártalom csökkentő programról beszélünk, ez az elmúlt időszaknak. Én azt gondolom, hogy a hibája, nem mást hibáztatok ezzel, hanem akár magunkat is, hogy a Tücsér programot, hogyha nagyon kihangosítjuk, és itt és nem arról beszélek, hogy szabad-e kimondani a szót, vagy sem, hanem hogyha csak azzal azonosítjuk az ártalom csökkentő programot, akkor szerintem az nem biztos, legalábbis én azt látom, hogy nem jó irányba viszi el ennek az egész ártalom csökkentésnek a megértését vagy a megítélését, bár része valóban is fontos, de
de tényleg akár viccesen, akár komolyan véve egy csomó olyan dolog van, vagy lehet egy általános csökkentő programban, ami hozzásegíti azt, hogy a klienseket elérjük, és most jelen pillanatban az elérés az amúgy is egy fontos dolog lett. Nem biztos, hogy most jelen pillanatban tűvel fogjuk elérni azokat a tömegeket, akiket szeretnénk. Az egy más kérdés, hogy mivel, tehát, hogy erre milyen... Tessék? Hát nézd, ha csoki golyóval, akkor azzal, csak hogy legyen meg, hogy találjuk meg azt, ami tényleg... Személyes kapcsolat terén, hát most, hogy ez jó érzése töltött el, hogy itt örülnek nekem, hogy látnak. Tehát, hogy valóban egy olyan széria volt az én designer drogozásom, amikor oda jártam a Rottenbillerbe, akkor ezek szerint hozzátok. Tehát, hogy elég mélyre sikerült nekem csúszni a designer drogoknak köszönhetően. Voltak olyan fizikai hatások, ami mellett nem tudtam elmenni, így, tehát, hogy nem tudtam, így nem tudomást venni róla. 5-6-szor műtötték meg a jobb kezemet, mert le akarták vágni, ilyen szövet, nekrózis, meg elhalás volt, ugye volt egy bazinagy seb itt a kezemen, és hát igazság szerint, de hogy, tehát, hogy ebből azt akarom kihozni, hogy igazából nem a tűcsere, meg nem XY, hanem hogy így az élet hozza meg a motivációt a leállásra. Tehát, hogy ez az én saját személyes tapasztalatom, viszont nem mindegy az, hogy amikor megvan a megtapasztalás, tehát, hogy megvan az az élmény, hogy úristen, mibe vagyok, ezen változtatni kell, nem mindegy az, hogy ki és milyen módon tálalja azt, hogy neked mit lehet tenni, vagy hova lehet eljutni. Tehát, hogy én ezért gondoltam megemlíteni ezt, hogy személyes kapcsolat, mert nekem például nagyon szimpatikus volt, hogy nem pró. Tehát, hogy volt olyan hely, ahol volt egy ilyen szociális munkás segítő, aki megpróbálta rám erőszakolni, hogy itt csak ez a lehetőség van, hogy én rehabra menjek, különben meghalok, és akkor ugye egyből nekem az jött fel, hogy most minek magyaráz nekem, meg hogy engem nem érdekel, meg ki ez, meg adjon pénzt, meg különben is kus. Meg volt egy olyan, ahol mint egy, hát kvázi barátként, de hát tudom, hogy ez így nem igaz, hogy nem volt senki a barátom, de úgy kedvesek voltak, és én bennem ez így fogalmazódott meg, hogy engem ott szeretnek. Holott például nagyon utáltak. Tehát, hogy például a válaszútban annak idején, aki most a szakmai vezető nálunk a drogambulancián, tök jó barátom egyébként, kollegális viszonyban vagyunk, ő annak idején, amikor én a válaszútba jártam így lidérckedni, akkor ő ott dolgozott. Tehát, hogy ez úgy nézett ki, hogy én megjelentem ott a Csaba utcába, és akkor, hogyha észrevették, hogy én közeledek, akkor volt, amikor sikerült bezárniuk az ajtót, meg volt, amikor nem sikerült, és akkor lejutottam. Tehát, hogy egyből bementem ugye arra részre, ahol volt, és stopptábla a földön, én 8 évig, tehát, hogy tudtam, hogy ott van, de 8 évig meg nem fogalmazódott bennem, hogy ez miért van ott. Hát azért volt ott, mert nem lehet oda bemenni. Én bementem, leültem az íróasztalhoz, véleményem szerint rendkívül viccesen előadtam a kis sztorimat, megittam mindenkinek a kávéját, és egészen addig stoppoltam ott a válaszútban, amíg nem jött egy olyan kis sorstársam függő, vagy akárki, akinél így esélyét láttam, hogy van nála valami motyó, vagy bármi, amit ugye el lehet tőle, meg lehet szerezni, vagy hogy nagy szeretetbe, barátságba el lehet nyomni együtt. És akkor ott így lefoglaltam őket, és így nagyon örültem neki, és meg voltam győződve róla, hogy engem ezek mennyire szeretnek. Holott csak így nem tudom, tehát hogy nem akartak velem kicseszni, tehát hogy azért nem hívtak rendőrt, meg hogy azért nem zavartak el. Volt, amikor elzavartak, de hogy... Hát akkor összevesztünk, és akkor másnap megint mentem. Tehát, hogy igazából személyes kapcsolatot tekintve, ez fontos. Tehát, hogy fontos, hogy visszajöjjenek. Nálunk a drogambulancián az elsődleges cél az, hogy újból visszajöjjön a kliens. Tehát, hogy okafogyatnak látom azt, hogy oda mit tudom én. Sokszor van, hogy anyu-apu behozza a gyereket, hogy jó van, itt van, szereld meg. És akkor, mert hogy ez most drogozik, és akkor ez nagyon rossz, de hát, hogy fölöslegesnek látom azt, tehát, hogy még megemlíteni is a rehabot egyáltalán az első alkalommal, tehát nekünk az elsődleges cél az, hogy kialakuljon valamiféle kapcsolat, és hogy visszajöjjön. Nem használom a bizalom szót, mert az azért egy hosszabb távú dolog, de hogy hát szimpátia, vagy bármi, vagy elfogadás, vagy nevezzük akárminek,
az a lényeg, hogy megjelenjen többször és folyamatosan. És hogyha ez megvan, akkor utána lehet valamit építeni, addig nem. Péternek volt még egy kérdése. Ti is említettétek azt, hogy a dizájnerek hogy felkavarták így a drogszcénát Magyarországon, és az én kérdésem az az, hogy ez a terápiás közösségi modell, amit így a rehabokon Magyarországon alkalmaznak, ez alapvetően azért egy heroin, túlnyomó részt heroin fogyasztó szcénára épült rá, és akik ott felépülnek, azok többnyire viszonylag hosszú heroin fogyasztói karrierre rendelkező emberek, és hogy látjátok most, hogy ugye egyre fiatalabbak kerülnek rehabra, és designer drogfogyasztók, fiatalok kerülnek rehabra, hogy ez a modell, ez mennyire alkalmas ezeknél a fiataloknál, kell-e változtatni esetleg valamit azon, hogy ez jobban működjön nekik, mert hallom azt is, hogy nagyon nagy a fluktuáció, tehát nagyon nagy a kiesési arányok ezek a tini rehabokon is, hát hogy ugyanaz működik-e ezeknél a fiataloknál, ami működött a hosszú heroin fogyasztói karrieres embereknél, vagy valami, kell-e valamit ezen változtatni? Jó, kezdem én akkor, jó? Tehát először is ugye nem lehet egy közös rehabilitációs modellről beszélni. Amiről én fogok most beszélni, az amit én ismerek, ez a portás. Nálatok nem ez van, hogyha jól tudom. Na, mindegy, tehát hogy fluktuációt tekintve régen is így volt. Tehát, hogy a fluktuáció régen is nagyon nagy volt, rengeteg olyan ember van, aki ugye eljut a rehab, illetve minden rehabon ez így működik, hogy vannak olyanok, akik még nem állnak készen, akik még nem tartanak ott. De mégis valamilyen úton, módon lejutnak, aztán egy nap, egy hét vagy egy hónap múlva ugye kiesnek. Tehát, hogy ez egy természetes kiválasztódás, vagy hogyha lehet így mondani. Viszont az, amit kérdeztél, az igaz, hogy egyre fiatalabbak vannak. Nekem van 11 éves kliensem, aki nagyon ügyesen tekeri meg a kenguruzsebes pulcsiba a jointot, úgyhogy észre se veszett, tehát hogy teljesen profik. Nyitott 2 darab tini rehab, hogyha jól tudom, Szatymazról tudok, és Ráckeresztúron ugye a felnőtt rehab mellett. Mi a Ráckeresztúri rehabból dolgozunk össze, ugye így szoros összefonódásban, és hogy arról tudok beszélni, hogy hát igazából 12 évestől 18 évesig mindig vannak, és srácok is vándorolnak. Különös nehézséget okoz az, a vándorlást azt a fluktuációra értem, tehát hogy különös nehézség az, hogy egy tini srácot meggyőzni arról, hogy neki ott jó lesz, vagy hogy elhiggye, hogy jó lesz, holott ő drogozni akar, ez egy nagyon nehéz feladat. Tehát, hogy mondhatom, hogy ez egy ilyen szélmalomharc-szerű dolog, főleg amikor kiderül, hogy nem kötelező ott lenni, tehát, hogy nagyon sok esetben ugye úgy kerülnek le a srácok, már a kicsikről beszélek, hogy ugye a szülők azt mondják, hogy ez kötelező. És akkor ott a reában ugye kiderül, hogy itt ugye nincsen kényszergyógykezelés, kérem szépen, és akkor, hogyha te akarsz, akkor innen elmehetsz, akkor általában ők azért elmennek. Tehát, hogy igazából, hát még egy srác volt szerintem, hogy itt egy éve van nyitva ez a tini reab, és egy srác van, aki 6 hónapot bírt eddig, de hogy azt gondolom, hogy előbb-utóbb ennek is kialakul így a hát a mindenféle, tehát a felvételi protokolltól, a manuál, minden. Hát azt mondják, egy intézmény 5 év alatt áll föl, úgyhogy normálisan működjön. Igazság szerint a designer drogokkal kapcsolatban már a gyógyítás, ezt nagyon sok fórumon elmondták már, tehát hogy mióta történt ez a designeres robbanás, tehát hogy így bekerült a köztudatba, mefedron, meg MDPV, meg kristályok lettek, meg mindenféle kávítószerek, azért az AR doktor úr is, meg tök sokan tartanak erről előadásokat, és akkor mondják, hogy nagyon nagy veszélye az, hogy nem tudjuk, hogy miből van, nem tudjuk, hogy mit csinál, nem tudjuk, hogy csináljuk, de hogy ez így élő, tehát hogy élőben ezt megtapasztalni, ez azért így megrázóbb egy kicsit. Tehát, hogy így a felnőtt reabon úgy mondom, hogy olyan különbségeket lehet tapasztalni, ami nagyon nagy. Tehát, hogy mit tudom, jött egy heroinista, akkor tudtuk, hogy 2 hétig majd nem fog aludni, meg rázza a hideg, meg hasmenése lesz, meg hányni fog, meg rosszul lesz, és azt is tudtuk, hogy de hogy
kap ilyen, meg ilyen, meg ilyen gyógyszert, vagy nem kap semmit, és akkor kifekszi, és akkor két hét múlva majd szépen végigalussza az éjszakát, elkezd kezdeni kajálni, és akkor majd jó, kigyúrja magát, és akkor mit tudom én. Tehát, hogy így valami tud vele lenni. A dizájnereseknél volt olyan eset, amikor 6 hónapig ki se tisztultak. Tehát, hogy fél évet kellett várni egyáltalán arra, hogy kognitíve elérjük az embert. Tehát, hogy ez tényleg nehéz. És ez élőben tényleg gáz, mert hogy így nézed, és azt hiszed, hogy így nézed, hogy mi van a madárral. Tehát, hogy egyszerűen, hogy ez már így marad. És hogy amúgy nem tudhatod. Tehát, hogy a Tini Rehabon például dolgozik egy srác, aki, most nem mondom meg a nevét, nehogy megharagudjon, de hogy az a lényeg, hogy jó dolgozik napjainkban, és én vele voltam Rehabon 2011-ben, és így megvoltunk, hát ő ilyen zöldségüzemmódban nyomta. Tehát, hogy tényleg mindegy cserépvirág, oda tetted, ott maradt. Tehát, és hogy ez így fél évig. De hogy attól függetlenül ugye most már második diplomáját csinálja, tehát, hogy segítőként dolgozik. Tehát, hogy nem egy... Tehát, hogy kár lett volna őt így elveszteni. Hát, én ennyit tudok ezt hozzáfűzni. Hú, mi is volt a kérdés? Tudod, én már öreg vagyok. Ja, hogy változott meg? Hát, én azt gondolom, hogy nem kellett változtatni semmit se. Talán annyit, hogy 90-es években ott volt valaki másfél évig vagy két évig, az egy ilyen megszokott dolog volt. Ma már azért rövidebb a terápia. Nálunk, most a Levomicsről beszélek, jelenleg túlzóan 40 fölöttiek vannak. 40 fölöttiek, van 50 fölött is. 8 évvel ezelőtt még a korhatár 40 év volt a Levomicsiben, aztán jött egy 41 éves, aztán jött egy 43, és így tovább. Most már van nagypapánk is, majd talán róla fogom elmondani ezt a szép történetet, ha lesz rá idő. Nem hiszem, hogy kellett változtatni. Talán annyi, hogy ebben a nagyon idős korosztályban benne van, sok olyan ember van, akik már voltak rehabilitációban többször is, akár a 90-es években, éveken keresztül tiszták voltak, felépítettek egy csodálatos életet, volt munkájuk, volt gyerekük, aztán megint visszaestek, és egy idő után jönnek vissza, ami hát nagyon-nagyon nehéz lehet, szinte úgy több év tisztaság után újra kezdeni, vagy valahogy máshogy elkezdeni ezt az egészet, feltárni azokat a hibákat, amit közben elkövetett, az hát meg szembesülni, hogy az ő függősége milyen pusztítást végzett, akár benne, akár a környezetében, gyerekeiben, az elég síralmas tud lenni, az a munkának egy nehéz része. Azt gondolom, hogy én nem gondolom, hogy a rehabilitációs otthonok így álltak volna föl régen, hogy akkor most mi leszünk a heroinistáknak a háza, mi leszünk a speedeseknek a háza, mi leszünk a füveseknek, hanem hogy arra szövetkeztek, gondolom én, hogy akik bajban vannak, és változtatni szeretnének az életükön, azok oda lemehessenek, és kapjanak egy olyan terápiát, amiről persze használat közben fogalmuk sincs, hogy valami olyan beavatkozást, ami megváltoztatja az életüket. Tehát gondolok arra, hogy egy csoporthelyzetben úgy kérdezni, ott azokat a kérdéseket föltenni, amit még soha életében senki nem kérdezett meg tőle. És amikor már bejutsz mondjuk az intim szférájába, akkor nem megállni, hanem menni tovább. Voltam olyan csoport, hogy hozzám vágták a széket. De az ember, az tiszta a mai napig is. Köszönöm. Fölmerült itt a börtön, hogy miket hallotok, hogy mi van most a börtönben. Bent is drogoznak az emberek, van-e szúrnak is, vagy csak gyógyszer? Mi van? Mindenki nyugodjon meg, a börtön nem változik. Ugyanúgy uniós szabvány szerint nem lehetne 3 emeletes ágy, van. Nem lehetne, mit tudom én, x négyzetméteren több ember, x embernél, de van. Minden nagyon szuper odaben. Nem lövik magukat a börtönbe a srácok semmivel. Nem csikoznak kokainokat, viszont ipari mennyiségű gyógyszer szednek, meg füveznek, illetve bióznak mostanában. Ez a legnagyobb probléma. Utoljára Baracskán voltam,
már nem börtönbe, bár voltam ott is, de hogy most úgy voltam, hogy segítői minőségembe, és azt mondják, hogy hetente egyszer-kétszer azért hívnak mentőt, de mindig bió miatt. Tehát, hogy valahogy bejut, erősebb, mint szokott, vagy mint kéne, és akkor beszívnak, fölborulnak, jön a mentő, viszik őket. Nem jellemző az intravénás szer használat, mert ugye nehéz ezt megoldani. Így titokban, meg azért, tehát hogy egy fecskendő az nagy dolog, meg... Na mindegy, nehéz ezt összehozni oda bent, de bár van, aki összehozza, de hát hogy ezt így rendszeresen nem lett. Meg igazából az a baj, hogy ez nagyon drága. Tehát, hogy büntetés végrehajtási intézetekben azért annyira sok csatorna nincsen, ahogy bejuthat valami. Tehát, hogy ezt gondolom tudjátok, tehát, hogy vagy házon belül segít valaki, vagy annyira trükkös a család, hogy ezt elképzelni nem lehet, tehát több kis MacGyver otthon készíti a csomagokat. De hogyha házon belülről jön valami segítség, akkor az elég drága szokott lenni. Tehát mondom, hogy mit tudom én, van egy 3000-es pakett heroin, az amire beér, az lehet, hogy 38-ba fog kerülni. Tehát, hogy így igazából most ki az, aki ezt finanszírozni tudja. Viszont Rivotrilt, meg Dormicumot, meg ilyeneket, ezt remekül lehet szedegetni, úgyhogy az így szokott segíteni a srácokon, hogy ne legyenek képbe. Talán ennyi. Hát még én, amit most hallottam a múlt heti MAD konferencián, hogy most ami nagyon megy, vagy most már egyre kevésbé, már túl van a felfutásán talán, hogy ilyen nagy képeket nyomtattak, és abba a papírba itatták bele a szintetikus kanabinoidokat, és ez így szépen bejutott, és úgy tekerték meg a cigiket, hogy abból a kis fesznyeket beletették, és hogy ezt most úgy elkezdték orvosolni, hogyha ilyen nagy képeket küldenek be, akkor azt csak a fénymásolatot kapják meg a fogvatartottak. Szerintem nagyon fontos azt úgy megfogalmazni ártalomcsökkentő helyeknek, hogy kikkel szeretnének dolgozni, vagy kiket szeretnének megszólítani. Tehát valószínű, hogy az alacsony küszöbbe kokainfüggők nem fognak jönni, hiszen egy fecskendőért vagy egy pohár tejáért nem fognak oda járni. Talán még az ilyen fontos, hogy akik ilyen helyekre járnak, hogy a nagy részük hajléktalan, nagy részüknek nincs semmi, egyedül a droghasználatuk van, az az övék, és ehhez ragaszkodnak, ezt szeretik. Nem nagyon tudnék most más mondani, köszönöm, hogy meghallgattatok minket, lehet, hogy mondtunk hülyeségeket is, de lehet, hogy mondtunk egy-két hasznos dolgot is. Úgyhogy köszönöm, és minden jót nektek. Én is nagyon szépen köszönöm, hogy itt hallgattatok minket, és az Isten áldjon meg titeket kajakra. Jó, hát igen. Ezt az Isten eset el akartam én is lőni. Mert hogy, tehát, hogy én amíg rehabban voltam, én megtértem a Rácz keresztúron. Nem tudom, nem, tehát, hogy a miensége a dolognak nem olyan volt, mint vártam. Azt hittem, lesz valami robbanás, meg fényesség, de igazából csak így az élet minőségembe következett be változás. Úgyhogy én is elmondom, hogy az Isten áldjon meg titeket, és... Hát abban az esetben, hogyha mondtunk hülyeségeket, akkor az úgy is jó van. Engem igazából nem nagyon érdekel már egy jó pár éve, hogy ki mit gondol arról, amit mondok. Ellenben nagyon sok ilyen előadást kell tartanom, így kötelezően, tehát hogy egy munkahelyemről is küldenek, meg mit tudom én. Hát nézzétek, hát hogyha valakiben megmarad valami, és hasznára válik, vagy hasznosá tudja fordítani, akkor annak örülök, meg hogyha nem, annak is. Tehát, hogy az a lényeg, hogy mi józanok vagyunk, aztán a többi annyira nem. Cső. Köszi.